díjat adományoz dr. Plaskovics Erzsébet, belgyógyász, kardiológus, gerontológus, az Idősek Tanácsának tagja részére. Dr. Plaskovics Erzsébet aktív szerepet vállalt a komplex geriátriai modell kidolgozásában, valamint a Semmelweis terv megvalósításában. Szakmai munkájával hatékonyan segíti az emberhez méltatlan elfekvők geriátriai színvonalú idősgyógyászati osztályokká szervezését. Dr. Molnár Ágnes, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főosztályvezető helyettese részére. Dr. Molnár Ágnes a nyugdíjbiztosítás területén több évtizede magas színvonalon végzi szakmai munkáját. Tevékenységét jellemzi a társadalombiztosítási nyugellátásra vonatkozó szabályok átfogó ismerete, amely komoly hivatástudattal is párosul. Munkája az ügyfelek elégedettsége mellett a nyugdíjrendszer fejlődését is szolgálja. Hulák Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Idősügyi és Nyugdíjbiztosítási Főosztályának főosztályvezetője részére. Hulák Zsuzsanna hosszú évek óta aktívan vesz részt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok átalakításában, korszerűsítésében. Közreműködik a speciális nyugdíjrendszerek módosítási feladataiban. Morális elkötelezettséggel aktívan közreműködik a méltó, tevékeny időskor érdekében kidolgozott programok, pályázatok szakmai megalapozásában. Köszönöm a miniszter úrnak és államtitkár asszonynak a családügyi terület elismerésének átadását. Miniszter urat tisztelettel kérem, fáradjon a helyére, államtitkár asszonyt pedig tisztelettel felkérem, hogy mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelt miniszter úr, kedves vendégeink! Az Idősek Tanácsának tagjait külön szeretném is ezúton is köszönteni, Erzsébetet, a díjazottat pedig kiemelten. Demográfiai adatokkal, trendekkel kezdeném. Beszélt miniszter úr is arról, hogy hogyan alakul az idősek aránya nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Ez azt jelenti a jövőnkre nézve, hogy 2060-ra az európai népességnek 30%-a 65 évnél idősebb lesz. Ma egy idős emberre jut átlagosan 4 fiatal, 2060-ra ez az arány felére csökken, tehát egy idősre 2 fiatal jut majd. Magyarországon is a gyerekekre, az aktív korúakra eső időseknek a száma az elmúlt évtizedekben több mint a 3-szorosára nőtt, és ahogy Európában általában, úgy Magyarországon is igaz ez a tendencia, hogy 2060-ra bizony a magyar népességnek az 1/3-a várhatóan 65 év feletti lesz. A kérdés az az, hogy ez most egy probléma, vagy egy kihívás, hogy ez egy teher számunkra, vagy egy erőforrás. És bízom abban, hogy ebben a teremben mindannyian egyetértünk abban, hogy mind a két kérdésre egyértelműen tudjuk a választ. Ez nem probléma, hanem egy kihívás, és ez nem teher, hanem egy erőforrás számunkra. És ahogy miniszter úr is említette azt, hogy a célunk nem pusztán a születéskor várható élettartamnak a meghosszabbítása, hanem az egészségben eltöltött élettartamnak a meghosszabbítása. Én ehhez még egy dolgot tennék hozzá, a közösségben eltöltött éveknek a meghosszabbítása, a közösségben eltöltött évek számának a növelése. És ide segítségül kérném Kopp Máriát, aki sajnos már nincsen fizikailag közöttünk, de az ő munkássága az mindig irányadó számunkra, hiszen ő egy jó néhány évvel ezelőtt megjelent fantasztikus könyvben azt mondta a magyar lelkiállapotról, hogy alapvetően a magyarok betegek. A magyar az egy beteg nép, betegebb, mint az európai átlag, hiszen a magyarok általában korábban halnak meg, mint az európaiak, különösen a magyar férfiakra igaz ez, több a különböző rosszindulatú, daganatos megbetegedéseknek a száma vagy az aránya, több az öngyilkosoknak a száma is, mint az európai átlag, hangsúlyozom, ez jó néhány évvel ezelőtt megjelent könyv, és ő azzal magyarázta ezeket a negatív jelenségeket, hogy mindennek az az oka, hogy nincsen közösség. Ő azt mondta, hogy ez nem öröklött betegségek miatt van, nem valamilyen mérges étel, vagy bármilyen magyar specifikum miatt van, hanem egész egyszerűen azért, mert nincsen közösség, hogy ez a baj. És hogyha közösség van, akkor bizony ezek a tények, ezek a számok, ezek a negatív adatok, ezek meg tudnak változni. És itt a közösségek között természetesen első helyen ott van a család, de nem csak a családra kell gondolni, hanem a szűkebb, tágabb közösségre is. Lehet ez akár egy egészen pici összetartó közösség, néhány ember, de lehet akár az egész nemzet is. Az ahhoz való tartozásnak az érzése bizony az, ami az egészségben eltöltött éveknek a számát tudja növelni. Tehát én az egészségben töltött éveknek a számát a közösségben töltött éveknek a számával tudnám összekötni. És ez egy érdekes tanulmányt ismertetnék önökkel, illetve ennek az adatait, amikor is több ezer Amerikába kivándorolt japánnak az életútját és a sorsát vizsgálták meg, ez egy 20 évvel ezelőtt készült tanulmány volt, 21 néhány évvel ezelőtt. Aztán, amikor megnézték a személyenként elkészített kérdőíveket, akkor azt tapasztalták, hogy ezeket az embereket kettő csoportra lehetett osztani. Az egyik csoportban azok tartoztak, akik mindent megtettek azért, hogy maguk is amerikaivá váljanak, akik a gyerekeiket csak angolul tanítatták, amerikai típusú ruhákban járatták, amerikai nőt vettek feleségül, tehát mindenáron megpróbáltak amerikaivá válni japán létükre. A másik csoportba pedig olyan emberek tartoztak, akik a japán hagyományokat őrizték, a japán hagyományokhoz ragaszkodtak, megtanították a gyerekeiket japánul, megülték a japán ünnepeket még az új hazájukban is. Ők egyébként általában picit szegényebbek voltak, mint az első csoportnak a tagjai, mert némi áldozattal is járt ez a részükről. Viszont azt tapasztalták ennek a kutatásnak a során, hogy a legnagyobb különbség a két csoport tagjai között az, hogy a hagyományokhoz ragaszkodók 5-10 évvel tovább éltek, mint azok, akik nem őrizték a saját hagyományaikat. Ez is jelzi azt, hogy egy közösséghez való tartozás, egy nemzethez való tartozás rendkívül fontos, és bizony az élet hosszot is meg tudja növelni. Végül engedjék meg, hogy egy picit személyes példával vagy tapasztalattal zárjam a gondolataimat. Amikor az idősek napja közeledik, akkor nekem megmondom őszintén, hogy ez az, ami minden alkalommal azért személyesen is eszembe jut. Nekem megadatott az, hogy mind a 4 nagyszülőmmel minden nap tudtam találkozni. A nagymamámnál ebédeltünk együtt az unokatestvérekkel, aztán a másik nagymamám, aki pedagógus volt, tanult velünk, aztán befutott a másik nagypapám is, és az ebédnél ott volt az a nagyapám is, akinek a legnagyobb kegye az volt, hogyha az írógépéhez néha leülhettünk és elkezdhettünk rajta gépelni, és ő alapvetően egy nagyon szűk szagú ember volt, de valahogy az unokák iránti szeretet akkor is sugárzott róla. És aztán 21 néhány éves koromra sajnos mind a 4 nagyszülőmet elvesztettem, és mai napig bánom azt, hogy amikor egyszer emlékszem arra a pillanatra, amikor ültem otthon a tévé előtt, hát már nagy kamaszként, és bejött a nagyapám, és szerette volna elmesélni, hogy aznap a tanyán neki milyen élményei voltak. Én meg hát már akkor is viszonylag dinamikus valaki voltam, rohantam, és általában próbáltam pörgetni az életnek a dolgait, és nem álltam meg igazán egy pillanatra, és nem adtam meg annak a pillanatnak azt, ami járt volna neki, és nem tudtam azt, hogy milyen értékes pillanatok ezek, és milyen fontos lenne akkor, hogy legyünk ott, legyünk jelen, figyeljünk oda a másikra, és tudjuk azt, hogy ezek az értékes pillanatok el tudnak szállni. Én csak ezt tudom a saját gyerekeimnek is továbbadni, és én abban bízom, hogy a mai gyerekek generációjának ezt tudjuk közösségi szinten is továbbadni, hogy becsüljék meg a velünk élő időseket, becsüljék meg a nagyszüleiket, és legyünk egy olyan társadalom, amely büszke arra, hogy a fiatalok és az idősek azok nem egymás kijátszásán, nem az erőforrásokért való marakodásról szól az ő kapcsolatuk, hanem igenis képesek összefogni egymással. Én mindenkinek köszönöm a munkáját, aki az idősekért dolgozik a mindennapokban, legyen akár a saját munkatársam, vagy bármelyikük önök közül. Köszönöm szépen a munkájukat, a tevékenységet, és köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a figyelmükkel.